engeditek, beolvassuk a követeléseinket. Természetesen elsődleges a kilakoltatások és a végrehajtási eljárások felfüggesztése, vagy csüntetése! Tehát a követeléseinket 7 pontban foglaltuk össze, mert tisztességes megoldáshoz vezető út része. Követeljük a Magyar Nemzeti Bank 2008-tól napjaink folytatott tevékenységének és befektetéseinek a teljes felülvizsgálatát. A civil érdekvédelem és független szakértők által felügyeltet. Kettes pont. Követeljük az MNB 2011-es mérlegadataiban szereplő, most kapaszkodjatok, 1300 milliárd forintos nyereség forrásának, valamint az új jegybanktörvényben titkosításra került jegybanki mérlegadatok nyilvánosságra hozatalát! Hogy a jegybank volt elnöke által, aki nem tudná, Simon Andrásnak hívták, szolgálati titoknak minősített, kapaszkodjon mindenki, egyedi válságkezeléssel összefüggő összes jegybanki tevékenység utólagos felülvizsgálatára kerüljön sor! Négyes pont. A kedvencem. A jegybankelnök és az alelnökök vagyonszaporulata kapcsán a bankrendesség vonatkozásában is önálló vizsgálóbizottság felállítását követeljük! Sorstársak, hogy minden pont a kedvencem. Az ötös pont jön. Az ötös pont. Követeljük az önkormányzati mutyi. Az önkormányzati adósságátvállalás utólagos felülvizsgálatát a civil érdekvédelem és független szakértők által felügyeltem különös tekintettel a közel 700 milliárd forintos nagyságrendre. Továbbá arra, hogy az önkormányzati szektor devizakonstrukciós ügyleteinek szerződéses viszonya egyáltalán nem nevezhető azonosnak a lakossági szerződéses állapotokkal. Elég volt a mutyival! Hatos pont! Követeljük annak az elismerését, hogy korlátlan kamat és árfolyam kockázat vállaltatásával, illetve a hitelkockázatok egészének az átruházásával egy olyan pénzügyi eszköz került értékesítésre, mely kizárólag befektetési típusú szolgáltatás nyújtása keretében lehetett volna értékesíthető. Csalás történt! A hetes pont. Követeljük a szabálytalan és szabályozatlan szerződéskötések miatt a kártérítési igényük jogosságának a magyar állam általi elismerését. Követeljük! Ítélet függvényében, illetve attól függetlenül, követeléseinket, most még nem mondom, hogy hogyan, és hogy milyen módon, el fogjuk juttatni az összes parlamenti képviselőnek! Még ma!
Jó, jó, jó.